Köszöntök minden kedves érdeklődőt! A mostani díjas sor a január 31-i előadás anyagát tartalmazza, amely azon apró búból került meghirdetésre, mert a városi uszodánál lévő építkezés sokak érdeklődését felkeltette, ami nem is csoda, hiszen a busz megálló irányából szembetűnő volt, hogy a parkoló lezárásán túl munkagépek morajlanak, földhalmok emelkednek. A most bemutatott építkezés a Csongrád Városi Vízilabda Sport Egyesület mint beruházó megbízásából került megvalósításra. A beruházás keretében egy sportmedence és a hozzátartozó pincézet könnyű szerkezetű kiszolgáló gépészeti épület épül, amely együttes összterülete 1440 négyzetméter. A beruházás 500 millió forintnál többből valósul meg, ami miatt nagy beruházásnak minősül már. Az ilyen nagy munkák előtt a Várkapitányság Non-Profit ZRT feladata, hogy előzetes régészeti dokumentációt készítsen a projekthez kapcsolódóan. Ez lényegében egy olyan dokumentum, amely terület régészeti érintettségének tisztázására, a régészeti örökség elemeire vonatkozó ismeretek, különösen a lelőhely jellegének, korának, kiterjedésének és intenzitásának megszerzésére és pontosítására szolgál. Ezáltal pedig az elvégzendő régészeti feladatellátás formájának idő és költség vonzatait is kijelöli. Az alkalmazott módszereket tekintve ez történhet roncsolásmentes műszeres technikával, terepbejárással vagy próbafeltárás alkalmazásával, ahogyan jelen esetben is zajlott. Az uszoda területe egy korábban ismert régészeti lelőhelyhez közel helyezkedik el. A buszmegálló melletti ABC és a vele szemközti 10 emeletes környékén avar temető húzódott egykor. A terület közel 50 éven keresztül különféle földmunkák során több alkalommal került elő sírok. Először 1939-ben, amelyek anyagát Tari László mentette meg, majd ezt követte 1952-ben egy újabb sír, majd 1969-ben még számos sír, amelyek zöme sajnos megsemmisült a munkálatok során. Ezekhez Palásti Pál megbízott múzeum vezető érkezett ki megmenteni, amit még lehetett. A megtalált síranyagok között találunk bronzból készült gombot, különféle övvereteket, gyűrűket, fülbevalókat, orsógombokat, karpereceket, üveggyöngyöket, valamint egy, az avar szállástelten egyedik egyedi mintájú nagy szívéget, amelyet néhány hónappal ezelőtt a hónap műtárgyaként is választottunk. A hatóság által remélt cél tehát az volt, hogy a honfoglaló magyarok előtt közvetlenül itt élt avar népesség temetőihez tartozó település nyomára tudnak bukkanni. A 2021. július 26 és augusztus 5 közötti időszakban végzett próbafeltárás során összesen három kutatóárok megnyitására került sor Sóskuti Kornél és kollégái által, amelyek összterülete 115 négyzetméter volt. A felső talajrétegben mindenhol megfigyelhető volt egy 15-25 cm vastagságú modern, 20. századi feltöltés, amely a fürdő építésekor a népkert elbontásából származó elterített törmelékből állt. Régészeti korú beásások nyomait vagy régészeti leleteket nem találtak a próbafeltárás alkalmával, viszont a modern kori feltöltés alatt a barna humuszos talajrétegben sárga, kevert jellegű visszatöltésű téglalapalakú foltok rajzolódtak ki, amelyek temetkezésnek bizonyultak. Hasonló jelentkezési szintjeik, betöltés állaguk és tájolásuk alapján úgy tűnt, hogy egy temetőhöz tartozott mind a 20 sírfolt, amit a három kutatóárokban összesen megfigyeltek. És valóban ezek mind újkori síroknak bizonyultak, amivel ilyesmiről nem rendelkeztek semmiféle információval, a múzeumunkat keresték meg, hogy helytörténeti szempontból mit is lehet tudni erről a területről. Csongrádon a török kivonulását követően két temető volt használatban. Az egyik a mai Szent Rókus templom körül helyezkedett el, míg a másik a Nagy Boldogasszony katolikus általános iskola, valamint, vagy korábbi nevén Kossuth Lajos általános iskola, és a Nagy Boldogasszony templom területén volt. Itt egy kis kápolnát is emeltek az 1738. évi pestis járvány után. A régi idők szemlélete szerint az élők és a holtok között mély emberi kapcsolat volt, ennek példája az épült templomok cintermeiben, vagyis a templomudvarakban létesített temetők is, amelyek a települések közösségi életének központjai voltak egyben. A vallásos felfogás szerint kialakult, megszokott rend, a lakosság lélekszámának növekedése,
a templomudvarokban jelentkező temetési helyek hiánya és a járványok miatti egészségügyi követelmények szigorítása következtében a 18. század közepére teljesen megváltozott. A szabályozást Mária Terézia királynő 1775-ben a temetők és a temetkezés új rendjére kiadott új pátense jelentette. A rendelet szigorú előírásokat tartalmazott a temetők létesítésének és az elhunytak eltemetésének feltételeiben is. Ez a rendelet tiltotta meg a templom udvarokban történő temetkezést, új temetőket csak a lakóövezeten, vagyis a város körüli árkon kívül lehetett létesíteni. A rendelet a ritkással lakott vagy eldugott falvak esetében később éreztette csak hatását, de a 19. század első felében már mindenhol általánosnak volt tekinthető a temetők településen kívüli elhelyezkedése. Így történt ez Csongrádon is. A 18. század közepére a terjeszkedő település lassan körbefogta a mai Nagyboldogasszony templom környékén elterülő temetőt. A sírkertet 1762-ben a templom építkezési munkálatainak megkezdésével bezárták, valamint 1784-ben a hozzá tartozó Szent Rókus, Rozália és Sebestyén nevére keresztelt szentelt temetőkápolnát is elbontották. Ennek a temetőnek egyetlen, ma is látható emléke az egykori főkeresztnek a talapzata. Ezt követően a mai úszoda és az egykori népkert helyén nyitottak új temetőt. Ezek a fázisok, mozzanatok jó nyomon követhetők Magyarország katonai felmérésein, melyek munkálatai Mária Terézia idejétől Ferenc József uralkodásáig szinte folyamatosan zajlottak. Ezek a felmérések több évig tartottak, de szerencsére azt is lehet tudni, hogy az egyes szelvények mikor készültek. Ebből kifolyólag tudjuk, hogy jelen térképet 1784-ben készítették. Ez pont a Nagyboldogasszony templom szomszédságában található Szent Rókus kápolna bontású éve, és már nem is szerepel rajta, ám ami még meglepőbb, a temető sem, olyan, melyet éppen alig 20 éve hagytak el. A helyén már lakóházakat és a templom kertet látni. Megjelenik ugyanakkor az uszoda területén található temető, amely jókora kiterjedést ért el viszonylag rövid idő alatt. Sokáig viszont ezt sem használták a város nyugati irányú terjeszkedése miatt. A jelenleg rendelkezésre álló forrásaink alapján 1797 után már nem temetkeztek ide, tehát használatának ideje nem tett ki fél évszázadot. Az ezt követően nyitott új temető pedig a ma is használt köztemető lett. Ezt az állapotot rögzíti a második katonai felmérés, amely közel 100 évvel az első után készült erről a részről. Az uszoda helyén fekvő temető helyén ekkor már parkszerű kialakítás nyomai fedezhetők fel. A nem sokkal későbbi harmadik katonai felmérésem pedig már olyan, mintha a népkert sokkal nagyobb helyet foglalna el a körülzárt területből. A népkert, vagy korábbi nevein sétakert, sétatér vagy Széchenyi liget, egy ligetes, felüdülést adó színfolt volt, bejárati útját fák szegélyezték. Helyet kapott benne vendéglő, cukrászda, kuglipálya, az első világháború körüli években mozi, később pedig szabadtéri színpadi előadásokat is tartottak itt. Az első világháborút megelőző években komolyabb kertfejlesztés történt. Az akácok helyett díszfákat, cserjéket, bokrokat ültettek. A 20-as évekig ez volt a város egyetlen parkja, így pezsgő élet folyhatott benne, a helyi gyerekek is gyakran választották játszóterüknek. Nagyobb változás az 50-es évek közepén történt, amikor a Körös-Toroki strand fejlesztésével azonos időben a Tisza szeszélyes vízjárását ismerve a város vezetői úgy döntöttek, hogy a városközpontban megvalósítandó strandfürdőt a népkert helyén jelölik ki. A terveket Csókási Ferenc városi főépítész készítette, akinek többek között a városházát is köszönhetjük. A terveknek megfelelően megépített 50 méteres úszómedencét 1958. május 28-án adták át az úszni és fürdőzni vágyóknak. Területileg megfogyatkozott népkert még évtizedekig üzemelt,
Színpad a helyet adva városi rendezvényeknek, koncerteknek. Majd a főépület leégett, és ezt követően a területet nem használták már tovább. Az elmúlt évtized során zajlottak jelentős munkák még itt. A Strabag MML Kft. Kivitelezésében 2015-ben egy közel 1 milliárd forintból megvalósuló fürdőfejlesztés történt, ahol az 1000 méter mélyről feltörő gyógyvíz egész éves használatot garantál. És vissza is tértünk a jelenlegi idősíkra. A várkapitányság előzetes becslései szerint mindössze nagyjából 200 sír rejtőzhet csak a beruházással érintett területen. Ez közel pontosnak is bizonyult később, ugyanis 167 egyén, 54 felnőtt és 113 gyermek vázára bukkantunk. Miután régészeti dologgal összefüggésben hozható jelenséget nem találtak a kutatóárkokban, a munka a Móra Ferenc Múzeumhoz került, hogy régészeti megfigyelést végezzen a területen, hiszen a teljes felületű földmunkák esetében még lett volna rá esély, hogy régészeti korú dolgokkal találkozzunk. Itt úgy érzem, ennek pontosítására érdemes megállni egy pillanatra. A törvény meghatározásában régészeti korúnak a Rákóczi szabadságharcot lezáró 1711-es szatmári békénél régebbi emlékek számítanak. Habár az ennél újabb, néprajz és régészet határán álló, eddig nagyon elhanyagolt korszak emlékei után is egyre inkább növekszik a kutatók érdeklődése, az ilyen korú földben lévő emlékek védelmére nem igazán van törvényszabályozás. A Szegedi Múzeum ezt követően pedig nekünk adta ki a külön szerződés keretében a munkát. Az én hivatalos feladatom tehát eredetileg arra terjedt volna ki mindössze, hogy a földmunkák idején felügyeljem, hogy régészeti jelenség nem kerül elő, ahogyan erre végül nem is került sor. Igen ám, de a földben lévő sírokról gondoskodni kellett, ezért a minden érintettel közösen tartott helyszíni kupak tanács során abban állapodtunk meg, hogy a sírok felszedését a Csongrádi Orhidea temetkezés munkatársaival közösen végezzük. Ez remek együttműködésnek bizonyult, a kollégák sok éves ilyen terült tapasztalata gördülékenyítette a közös munkát. A szeptembertől kezdett munka tehát klasszikus ásatás helyett exhumálásnak nevezhető. Fontos hangsúlyozni, hogy kegyeleti okokból a munkát a lehető legkörültekintőbben végeztük, minden csontot gondosan és épségben igyekeztünk kiemelni. A feltárásban közre működők között meg kell még említeni Turi Lászlót, aki egy alkalommal segített műszeres fémkeresős vizsgálattal átnézni a kitermelt föld és sírok anyagát. Ő találta például a földben ezt az aranyjal futtatott bronzpántot, amely talán egykor egy könyv díszítését képezhette, de az sem kizárt, hogy megjavítva valamilyen tárgy, mondjuk egy kés markolátát zárhatta le. A medence ásása a felső rétegben lévő törmelék réteg miatt nem egyszer megnehezítette a markoló dolgát, megesett, hogy annak kanala is szétszakadt és hegeszteni kellett. Sírokon kívül a teljes területen mindössze egy más jellegű egykori beásást találtam, amely egy szögletes aljú részben végződött. Semmilyen tárgyi anyagot vagy famaradványt nem tartalmazott, de az a feltételezésem, hogy talán egy egykori temetői kő vagy fakeresztnek ásott gödörről lehet szó. A régészek munkáját figyelő munkások vagy látogatók gyakran kérdezik tőlünk, hogy honnan tudjuk, hogy merre kell ásni, hogy találjunk valamit. A válasz az, hogy különféle elszíneződéseket, foltokat keresünk, amelyhez fontos, hogy a lehető legsimább legyen a felszín, mert csak így tudnak ezek kirajzolódni. Miután az egykor itt élt emberek a saját járószintjükről indulva leástak a földbe, elérték, majd kitermelték a sárga altalajt is. Amikor pedig aztán visszatöltötték, vagy akár természetes úton ez visszatemetődött, a gödörbe, a bele visszakerült föld mindenképpen keveredett, és ennek nyomát láthatjuk ma. Jobb oldalt egy, az új medence falában éppen csak kezdődő, az alá benyúló sírfoltot láthatunk, tulajdonképpen metszetben. Jól megfigyelhető a beásás kiinduló pontja, azaz az egykori járószint. Bal oldalt már más a helyzet,
Noha közel helyezkedik el a szelvény falhoz, a beásás nyoma mégsem látható benne, hiszen a sírgödör már nem érte el odáig. A sírok mindegyike keletelt volt, vagyis az elhunytakat úgy helyezték el, hogy lábai kelet felé néztek, és így a keresztény hitnek megfelelően az utolsó ítéletet várva kelet felé tekintettek. A keletelés a templomok esetében is általános szokás volt, amely abból eredt, hogy mivel a nap és a fény Krisztus jelképe, a második eljövetelét is ebből az irányból várták. Valamint a legelterjedtebb vélekedés szerint a paradicsom is keleten volt. Hasonlóan keleteltek egyébként a mostani csongrádi temető sírjai is. Jobb oldalt egy igen szívszorító képnek lehetünk szemtanúi, két apró gyermek egymás mellé helyezett koporsója fekszik. Fiatal korukból fakadóan a csontjaik annyira filigránok voltak, hogy azokból szinte semmi nem maradt meg, teljesen elkorhadtak, ilyenkor barna elszíneződések formájában vehetők ki. A sírgödrök alján lévő másik barna elszíneződés a koporsó fájából származik, amely legtöbbször igen jó állapotban maradt meg. A sírok döntő többségénél találtunk a deszkák rögzítésére szolgáló koporsó szegeket és néhány esetben kapcsokat. Ezek a koporsó két végében, valamint gyakran a medence magasságában két oldalon helyezkedtek el. Egyik kollégánk megosztott egy történetet, akinek nagyapja és az uszoda helyén lakott a múlt század 20-as, 30-as éveitől kezdve. A visszaemlékezései szerint kertészkedés közben talált is sírokat, amelyek koporsói közül még előfordult olyan is, amin fogott a kék festék. Én magam ilyet nem találtam, viszont egy esetben meg lehetett figyelni veretes koporsó maradványát. A deszka külső peremére egy sorban apró bronzkorongokat erősítettek, amelyek így futottak körbe a koporsó teljes felületén, annak hosszúságában. Ezek a díszek olyan vékonyak voltak, hogy sajnos nem lehetett őket megmenteni, a felszedéssel szétmálódtak. Sajnos hasonló sorsra jutott az egyik eltemetett, a föld súlyától összeroppant koponya csontján, valamint annak lenyomatán látható kerek díszek, amelyeken szövet lenyomatok is megfigyelhetők voltak, és minden bizonnyal egy kerekpárta részei lehettek. Az imént említett két apró gyerek temetkezéshez kapcsolatban érdemes egy pillantást vetni az eltemettettek korok szerinti statisztikájára, amelyből leolvasható, hogy gyakorlatilag a kétharmad részük gyermek volt. Szerencsére Csongrádról néhány évtizeddel későbbi adatok rendelkezésre állnak, amelyből kiolvasható, hogy a fiatalkorúak halálozása még mindig igen magas volt. Akadt olyan esztendő, ahol még meg is haladta az abban az évben születetteknek a számát. Ma 1000 évvel születésre már csak 5 halált eset jut hazánkban, de érdekesség, hogy még a rendszerváltás óta eltelt időszakban is jelentős csökkenést lehet tapasztalni, fiúk esetében több mint a harmadára esett vissza ez az érték. Csongrádi temetőben tapasztalt adat még így is sokkal jobb volt a középkorhoz képest. A 18. század során Európában az életkörülmények lassanként biztonságosabbá váltak. Már egyre inkább ritkábban sújtotta az emberiséget a pest is, éhínség és a háború kivéthetetlen hármas sorscsapása. A bizonytalan középkori emberi létfeltételek lassanként kezdtek kiszámíthatóbbá válni. Ennek következtében javultak az újszülött gyermekek életkilátásai is. A növekvő élelmiszertermelés, a fejlődő higiéniai viszonyok és a gyermekkori himlő elleni sikeres harc következtében egyre kevesebb kisgyermek és csecsemő halt meg. Ilyenkor elgondolkozik az ember, hogy hogyan is viszonyultak a történeti korokban ennyi gyermek elvesztéséhez. A szakirodalomban ma is találkozni egymással ellentétes állításokkal. Korabeli viszonyok megértését nehezíti, hogy az emberi érzésekről, családi tragédiák megélésének mikéntjéről ritkán maradtak feljegyzések. A naplók segíthetnének, de ilyenek is ritkán készültek csak. A kutatók egy része olyan
a mai kor emberének szemében durván a tűnő állásponton van, hogy a középkori ember számára a gyermekkor nem volt több egy értéktelen átmenetnél, egy szükséges, elkerülhetetlen, ám semmiképp sem fontos vagy becsben tartott időszaknál a felnőtté válás során. A gyermekek védett világa, mint olyan, nem létezett. A magas gyermekhalandóság miatt az anyák nem alakítottak ki szoros kapcsolatot gyermekeikkel, nem voltak fogékonyak a gyermeki sajátosságok iránt, feléjük irányuló érzelmeiket leginkább a közöny jellemezte. Ez a távolságtartó magatartás mint egy védőburokként szolgált, a nagyon gyakori gyermekhalandóság okozta megrázkódtatás ellen, túlélő eszközként egy olyan korban, ahol mindennapos volt a gyermekek elvesztése. Hozzájárul ehhez az attitűdhöz az a korabeli felfogásmód is, amely az emberi lét evilági szakaszát csak egy röpke előjátéknak tekintette, és amely szerint a halál csak egy hágó a túlvilág az öröklét felé vezető úton. A kutatás szempontjából másik oldalt képviselők szerint a családok igenis nagy gonddal viseltettek gyermekük iránt, elvesztésük pedig komoly traumát okozott számukra. A gyermekkor pedig igenis élhető volt, és mindig is volt neki egyfajta bája. A probléma a régészetben is megjelenik, például őskori tárgyak esetén, amelyekkel kapcsolatban megoszlanak a vélemények, hogy játékként vagy kultikus tárgyakként kell rájuk tekinteni. A későbbi korokban is találkozni bizonyos játékokkal, ezen esetekben inkább az okoz bizonytalanságot, hogy sok esetben inkább felnőttek elfoglaltságát szolgálhatták, sőt egyesek uralkodói szimbólumnak is számítottak. Mint ahogyan a korábbi középkori germán fejedelmi sírok közül is találhatunk olyanokat, amelyekben játékszetteket helyeztek el, vagy pedig Nagy Károly aheni trónjába is bele volt vésve egy malomtábla, ami azonban nem használati célt szolgált, hanem uralkodói hatalmát szimbolizálta. Csongrád esetében a legkorábbi gyermekkori élményekre vonatkozó visszaemlékezések az 1840-es évek tájékától kezdve származnak. Meglepően játékos kép tágul elénk ezekből, még a legszegényebb tanyasi gyerekek esetében is. Fáramászás, labdázás, galambnevelés, sárkányeregetés, bujócskázás, golyózás, gólyalapkészítés, virágokból ékszerfonás és társai. Ugyanakkor jellemző módon 6 évesnél idősebb gyermekek már különféle munkákba is bekapcsolódtak, legeltettek, a halászó gyermekei a hálószövésbe segítkeztek, téglát hordtak, újságot árultak, vadat hajtottak, vagy kártevő rovarokat gyűjtöttek. Egyik kollégánk mesélte, hogy a múlt század elején élt nagyszülei elbeszélései alapján az átlagember úgy volt vele a gyermek elvesztése esetén, hogy hát majd lesz másik. De mindeközben ő maga 90 év fölötti elhunytáig titokban őrizgette a kisgyermeke ruháját, aki nagyon fiatalon hunyt el, ami részben azzal is magyarázható, hogy ő kimutatni nem volt szabad nekik akkoriban a gyermekük elvesztése iránti fájdalmukat. Ezt a témát tehát egyfajta kettőség jellemzi. Annyi viszont bizonyos, hogy a kora újkort megelőző időkben a bizonytalan csecsemő és kisgyermekkor túlélő gyerekek a felnőttek társadalmának tagjai lettek, felnőttként kezelték őket. A 6-7 éves kor elérése után a felnőtt társadalom részévé váltak, öltözetükből eltűntek a gyermekkorra utaló jelek, a felnőttek öltözködési szokásait követték, ahogyan a megjelenésüknek megfelelően felnőttekhez méltó viselkedést vártak el tőlük. A tárgyak sorát folytatva az egyik elhunyt felső ruházatát gombsor zárta. Az egyszerű, díszítetlen, két félből álló gombok közét ragasztóanyaggal tölthették ki. Két elhunytnál megfigyelhetők voltak a felső testen kettősen hajtott végű hurkos kapcsok. Ezek egymással szemben helyezkedtek el, mint egy egymásba kapaszkodva zárták a felső ruházatot, kicsit a mai francia kapcsokhoz hasonlatosan. Három eltemetetnél csizmapatkót fedeztünk fel, a baloldali képen megfigyelhető, hogy hogyan is süllyedt alá a patkó a lábbelinek az elbomlásával. Az arányból kiindulva a módosabb lakosok használati tárgya lehetett ez is.
A lábbeli vasalása a közelmúltig élő szokás volt. Itt a baloldali képen egy a múlt század első feléből származó katonai bakancson figyelhető meg éppen. Előzetes várakozásainkkal ellentétben nem került elő egy zarándok jelvén sem, noha ez a tájtípus gyakori az ilyenkorú temetőkben. Ezek a kegytárgyak egy-egy jelkép, kegykép, kegyszobor másolatai, melyeket a zarándokok emlékül és a zarándokhely látogatásának igazolásaként vittek magukkal haza, majd pedig kalapra, ruhára felvarva viselték őket. Mindössze egy vastag medált találtunk, amely egy felnőtt nő mellkasának alsó felén, a medencén keresztbe fektetett kezek fölött helyezkedett el. Valamilyen minta található rajta, de jelen állapotában sajnos nem kivető, hogy itt milyen tájtípusról is lehet szó. A kiemelkedő leletek sorát gazdagítja még egy ezüsttel futtatott hajtű, valamint egy mívesebb bronzgyűrű is, amiből korábban már kiesett az azt díszítő központi kő. Négy esetben találtunk olvasót és a hozzátartozó feszületet. Ezek minden esetben a medence környékén, általában a kezek ügyében kerültek elhelyezésre. Az egyik ilyen esetben ruhakapcsok társaságában voltak. A gyöngyök közül mindössze kettő volt üvegből, a többi egyszerű kivitelben, feketére festett, kiégetetlen agyagból készült. Egy fiatal nő medencéjének környékén egymástól 15 cm távolságban két feszületet találtunk. Ezekhez olvasó nem tartozott, ábrázolás módjuk is jóval plasztikusabb volt. A jobb oldalit karika segítségével felfűzve tarthatta magánál tulajdonosa, míg a bal oldali Krisztus törzsén végighúzódóan fára volt, szegecsekkel felerősítve. Igazgatónőnkkel áttekintettük a plébánián található halotti anyakönyveket, remélve, hogy pontosabb képet kaphatunk a temető használtának idején elhunytak számáról, azok életkoráról, valamint a haláluk okáról. Sajnos az elhunytak nevének és haláluk napjának feltüntetésén kívül nem sok információt lehetett ezekből kinyerni. Néhány esetben feltüntették az életkorukat, valamint egy-egy kivételes esetben a szakmájukról is értesülhetünk még. Egy alkalommal olvashatunk egy asztalosról, aki jó esélye részt vehetett korábban a temetőben használt koporsó készítésében. Még meglepőbb az, hogy a temető költözéséről az 1700-as évek elejétől vezetett Historia Domus, vagyis a plébániák legfontosabb eseményeit tartalmazó, általában a plébános által vezetett naplószerű könyv sem tesz említést. Dudás Lajos gyűjtésére alapozva az új temetőt 1797-ben nyitják majd, egyben ekkor tehetett be a korábbi, az uszoda területén használt terület, illetve foghatta körül azt az ismét nyugatra terjeszkedő város. Mivel az elhunytakról az írásos adatok hallgatnak, úgy véltük, hogy a csontokat bírjuk szóra. Az exhumálás során a temetkezéses kollégákkal néhány esetben azonnal szembetűnő traumák vagy rendellenességek nyomai tárultak a szemünk elő. Ezen néhány eset vizsgálatát a Szegedi Embertani Tanszék antropológusa Király Kitti végezte el. Egy esetben egy rendellenesen gyógyult combcsontörést tapasztaltunk. Erről valóban kiderült, hogy tengi elfordulással, rövideléssel és gyulladással gyógyult, de hosszú években mérhető túlélés volt megfigyelhető ez esetben. Ez pedig a betegről való gondoskodást igazolja. A két feszülete eltemetett nő felszedésekor megfigyeltük, hogy egyik nyakcsigolyának egyik fele összecsontosodott. Felmerült, hogy ez mennyire nehezítette meg a mindennapi életét, valamint, hogy volt-e köze ahhoz, hogy egyedülálló módon két keresztet is helyeztek mellé. Az antropológiai vizsgálat szerint az összecsontosodás a csigolyák érintkező ízületi felületéről indul, ezért feltehetően ízületi túlhasználat vagy metabolikus okok állhatnak a háttérben, és nem fejlődési eredetű. Ez pedig nem befolyásolta döntően a hétköznapi életét, a fej forgatását az alsóbb nyaki csigoly esetében nem igazán befolyásolta. Legfeljebb enyhe fájdalommal járhatott, vagy akár enyhe váltájéki fájdalmat okozhatott a kilépő idegek nyomása miatt,
de ezek nem magyarázzák a kettős feszületek általi védelmet. A teljes váz vizsgálatára került sor egy esetben, amikor az egyik elhunynál az egyik lábszárcsont legalább kétszeres vastagságát tapasztaltuk a másik lábhoz képest. A vizsgálat szerint a 30-39 éves férfinél az elváltozást feltehetően a növekedés időszakában szerzett valamilyen csontvelő gyulladás okozta, aminek hatására nem csak vastagodás, hanem hosszanti szövetduzzadás, növekedés is fellépett. Egy esetben már egyből fej körüli kutatásnál feltűnt, hogy az alkar a fej fölött helyezkedik el rendellenes helyzetben, majd pedig körvonzódott, hogy a koponya is arccal lefelé fekszik a földben. Az eltemetett mellett nem volt semmilyen tárgy, emellett semmiféle részünkre feltűnő külsérelmi nyomot nem találtunk rajta. A történelmi korokban, még a keresztény időkben is előfordult, hogy egyes személyeket a közösség kitaszított, majd természetes vagy szándékos halálukat követően arccal lefelé temették el őket, hogy ezzel is elejét vegyék a haláluk utáni visszatérésnek. Ezeket az egyéneket azonban rendre a közösség temetkezési területén kívül mindenki mástól távol temették el. Esetünkben ezzel szemben a többi sírral körülvéve a temető szabályos rendjébe illeszkedve találtunk rá. Felmerült tehát annak a lehetősége, hogy élve temették az uszodánál megtalált szemét, és az pedig a kétségbeesett kiszabadulási kísérlet következtében fordult a hasára. A 17-19 éves fiúnál az antropológiai vizsgálat nem mutatott semmi különös elváltozást. Az előső fogakat érte csak valamilyen sérülés, amely nem okozott fogvesztést, csak némi deformációt. Szörnyen hangzik, de a modern orvostudomány ideje előtt előfordultak ilyen esetek. Különösen nagy volt a veszélye az élve eltemetésnek egyes nagy járványok idején, hiszen ilyenkor senki nem igyekezett alaposabban megvizsgálni a fertőzésben elhunytakat. Még a 18. században sem voltak igazán megbízható módszerek a halál beálltának megállapítására. Kétes esetekben az orvosok a halott orrának tollal csiklandozása, csalánnal csapkodása, a lábkörmök alatti rész tűvel szurkálása, vagy tükröt a száj és az orr elé tartva próbálták kimondani a halált. Több szabadalom is született az élve eltemetése kiküszöbölésére, ám ezek sohasem terjedtek el igazán, nem így a különféle rémtörténetek a nép között. És ezzel el is érkeztünk az előadás végéhez. Maga nemében tehát egy igazán maratoni projekt végére érkeztem ezzel, amit jól érzékeltet, hogy az itt létem idejének a fele alatt már zajlott ez a munka. Az építkezés még javában zajlik, de a vízilabdások a nyárban már birtokba vehetik az új medencét. A régészeti megfigyelés végül január elején zárult le, de még az ünnepek közötti Zimankóban is zajlott a terepi munka. Orsi felvetése után rövid megfontolást követően úgy döntöttünk, hogy az egyik sírból előkerült, brosként használt kis ezüsttel futtatott bronzdíszt választjuk múzeumunk egyfajta új logójának. Úgy gondoljuk, hogy ez a tárgy egyszerre jelképezi a néprajz, a történelem és a régészet összefonódását, egyben ezen tudományágak felé érzett szeretetünket és az irántuk való elhivatottságunkat. A most bemutatott tárgyak még nincsenek restaurálva, de hamarosan Hódmezővásárhelyre kerülnek, ahol a Tornyai János Múzeum restaurátorai veszik majd őket kezelésbe. És köszönöm szépen a figyelmet!